Mindenkinek üdvözlök mindenkit az első videómban az évben. Arra gondoltam, hogy indítsuk egy kicsit lazábban az évet, úgyhogy szerintem klassz téma lehet egy ilyen kicsit visszatekintős, nosztalgiázós videó, amelyben megmutatom nektek, hogy melyik volt az 5 legemlékezetesebb pillanatom 2016-ban. Úgyhogy ha érdekel a téma, akkor mindenképpen tartsatok vele. Szerintem az egyszerűség kedvéért haladjunk kronológikusan. Tehát az első ilyen legemlékezetesebb pillanat szerintem az volt, amikor én 2016 márciusában Kitty barátnőmmel elmentünk Párizsba a Fashion Week miatt, legfőbbképpen. Nekem valahogy mindig kimaradt a Montparnasse torony, és tényleg amikor felmentünk és láttam magam körül Párizs csillogó fényeit és az Eiffel tornyot, egyszerűen tényleg azt éreztem, hogy elakadt a lélegzetem, és nekem ez egy olyan pillanat volt, amit nem igazán fogok elfelejteni. A második ilyen meghatározó pillanat, az a szerelem témakörébe tartozik, ugyanis Tomival 2016 márciusában jöttünk össze, és hát igazából vele minden nap pillanat nagyon emlékezetes és nagyon csodálatos volt és van is, de mégis talán az első csókunk az tényleg annyira tündérmesébe illő volt, hogy még a mai napig is úgy idézem vissza, hogy így ráz a hideg. Akkor volt a Glamour Women of the Year nevezetű gála, ahova igazából Tomi is, én is hivatalosak voltunk, és akkor ezt így már így tudtuk egymásról, és tudjátok, pont előtte randéztunk, és akkor így nagyon-nagyon készültünk az estére, hiszen én tudtam, hogy ő ott lesz, ő meg tudta, hogy én ott leszek, és akkor ilyen sejtelmesen beszélgettünk a dologról, hogy hát majd akkor az este lehet, hogy találkozunk, és ilyen újjel nagyon izgi volt a dolog. És én egy csodaszép piros sárván óra ruhában voltam, tényleg gyönyörű szép volt a ruha, Úgyhogy azt gondoltam, hogy ebben a ruhában én ma este csókolózni fogok a Tomival. Ugye én ezt így el is terveztem, meg ugyebár az esemény a Várkert bazárban volt, ami nagyon-nagyon impozáns épület, és nagyon tényleg abszolút egy ilyen mesébe ívő helyszín lehet egy első csóknak. Úgyhogy el is kezdődött az este, és hát természetesen rögtön kiszúrtuk egymást. Először kicsit, tudjátok, még úgy kerülgettük egymást, mert ő egy barátjával jött, én is egy barátnőmmel mentem, és akkor úgy kerülgettük egymást, még nagyon sokat szemeztünk, meg megnézegettük egymást, aztán amikor vége lett a díjátadónak, akkor mondtam, hogy hát akkor ígyunk meg egyet, és akkor ennek az lett a vége, hogy a Várkert bazárba belül van egy ilyen nagy lépcsősor, és ott leültünk, és hát ha jól emlékszem, akkor szerintem egy jó 5-6 órán keresztül ott ültünk és beszélgettünk, de leginkább csak néztük egymás szemébe, ilyen nagyon durván elvarázsoltam, szóval én nem is tudtam tetteni, amikor tényleg csak így ülsz, és így nézel a másik szemébe, és így egyszerűen azt érzed, hogy így megszűnik körülötted a tér, az idő, egyszerűen minden, és így egy ilyen boldog katarzisban így levegsz, és hát akkor történt az első csók is. Igazából Tomi kezdeményezte, de nagyon-nagyon szimpatikus volt benne, hogy nem az volt, tudjátok, hogy rögtön így ajtóstól rontott a házba, hanem először adott ide egy kis puszit, aztán meg ide egy kis puszit, aztán meg ide, és hát így a végén kialakult belőle egy nagyon-nagyon romantikus csók, és hát tök jó vége lett az estének, mert pont akkor már zárt be a hely, és akkor mondtam, hogy jó, hát akkor én hazamegyek, és akkor külön-külön taxiba beszálltunk, egy romantikus csók elcsattant a hazaindulás előtt, de tényleg ez életem legkülönlegesebb első csókját én Tomitól kaptam, úgyhogy nekem szerintem ez volt így a legemlékezetesebb pillanat 2016-ban. A harmadik ilyen nagyon emlékezetes momentum az volt, amikor beköltöztem az első saját, hát nem saját lakás, mert hát albér lett, de hogy mégiscsak úgy az első külön kis lakás otthonomba, és az első este, amikor itt aludtam, az nagyon-nagyon emlékezetes volt, hiszen az első olyan estét töltettem el, ami tényleg az én kis, külön kis lakomban volt, és én rendeztem be. Jó, akkor még nem volt annyira berendezve, mert még így szanaszét voltak a bútorok, konkrétan a földről lettünk, meg gyertyát gyújtottunk a földre, mert még a világítása volt meg, de nagyon-nagyon klassz élmény volt, és arra tökéletesen emlékszem,
hogy feküdtem az ágyba, és azon gondolkoztam, hogy tudjátok, van az a mondás, hogy hogyha beköltözöl az új házba vagy lakásba, akkor meg kell számolni a sarkokat. És így gondolkoztam, hogy basszus, most akkor a hálószobába kell megszámolni a sarkokat, vagy az egész lakásba kell megszámolni a sarkokat. De ennek a nagy gondolatmenetnek az lett a vége, hogy végül egy sarkot sem számoltam meg. A negyedik ilyen nagyon különleges és meghatározó élményem szintén egy toronyhoz kapcsolódik. Méghozzá, amikor Tomival 2016 júniusában a kis toszkán kis kirándulásunkon voltunk, úgy határoztunk, hogy felmegyünk a Pizai Ferde-torony tetejére, ami azért nagy szó nálam, mert én alapból is nagyon tériszonyos vagyok, de végül beadtam a derekamat, hiszen a párizsi Montparnasse torony élmény is nagyon-nagyon meghatározó volt az életem, úgyhogy gondoltam, hogy azért ezt sem szeretném kihagyni, és amikor felmentünk a tetejére, akkor felraktunk egy ilyen kis fél literes ásványvizes palackot a kőre igazából, és így láttuk, ahogy így elkezd legörögni az ásványvíz a dőlés irányába, úgyhogy ez egy nagyon félelmetes élmény volt, de rögtön utána megjött a legjobb élmény, mert hát már megint a csók, már megint a csók, már megint a szerelem, ugyanis ott is nagyon-nagyon emlékezetes élmény volt az, hogy x méter magasan, tényleg a Pizai Ferde-torony tetején attól az embertől kapsz csókot, akit tényleg a legjobban szeretsz a világon, és ez ilyen annyira ilyen teljes érzés volt, hogy ez nekem megint csak egy olyan pillanata volt, nem csak a 2016-os éven, de szerintem az egész életemnek, amit biztosan soha nem fogok elfelejteni. Az ötödik, legemlékezetesebb pillanatom az nem utazáshoz kapcsolódik, hanem 2016 vége felé volt a Cosmopolitan Blogger Day, ahol abban a megtiszteltetésben részesültem, hogy társ műsorvezetője lehettem így a napnak, és hát nekem ez egy nagyon-nagyon új élmény volt, hiszen még sose voltam műsorvezető szerepben, és hát nagyon lámpalázos is vagyok, de hát ilyen iszonyatosan nagy adrenalin bomba volt ez számomra, ez a Kozmos műsorvezetés, és megmondom őszintén, hogy a vége felé már így tökre élveztem, tehát hogy még az elején annyira izgultam, tehát ne tudjátok meg, majdnem elájultam, amikor kimentem, így az ajtóba kiléptem, és így láttam, hogy így ott vagytok, meg ott van az a rengeteg ember, és akkor nekem most itt valami értelmeset meg kell szólnom, úgyhogy ne is bakízzak. Úgyhogy ilyen remegő térdekkel mentem ki, de így a nap végére azért szerintem már egészen jól belejöttem, és megmondom őszintén, hogy elkezdtem élvezni ezt a műsorvezetősdit, úgyhogy ki tudja, hát remélem, hogy lesz még ilyen kalandom így az elkövetkezendő években, mert nekem ez nagyon tetszett, és nagyon meghatározó volt az évben. És mindenképpen szeretnék mondani egy plusz egyes nagyon különleges pillanatot, ami azért plusz egy, mert nem kapcsolódik se utazáshoz, se szerelemhez, se új lakáshoz, tehát semmilyen ilyen jellegű dologhoz nem. Ez egy filmélmény volt nekem, méghozzá 2016. december vége felé megnéztük Tomival az Urániába a kaliforniai álmot, és hát én konkrétan nem is tudom, szerintem már legalább egy-két hete nézzük meg, de még mindig nagyon durván a hatása alatt vagyok. Tényleg egyfolytában az megy, egyfolytában azt éneklem, de már így a környezetemben lévők már kezdik kicsit megúlni, én még egyáltalán nem. És nekem az nagyon-nagyon meghatározó filmélmény volt. Úgyhogy igazából ezek voltak így a legkülönlegesebb pillanataim, a legkülönlegesebb öt pillanatom az elmúlt évben. Ha tetszett a videó, akkor nyomjatok egy lájkot, és ne felejtsetek el követni Instagramon a @kukackroenos felhasználó névem. A következőkben sokkal több videóval fogok jelentkezni, ezt megígérhetem. Lesz mindenféle téma, sok-sok lelki, sok-sok személyes témával készülök nektek 2017-ben, úgyhogy remélem, hogy idén is szívesen nézitek majd a videóimat, hamarosan újra találkozunk, mindenkinek csodaszép napot kívánok, sziasztok! Someone in the crowd could be the one you need to know, the one to finally feel loved around.